Kívánok fezen! Hölgyek, urak, bele is csapunk a lecsóba! Well, hello, 30Y, Jude Law, a halott pénz helyett beugró Horváth Tamás, vagy éppen a svéd Mesuge? Velük indult szerdán a jubileumi 25. fezem, és a folytatása sem lehet panasz. Kovács Tóni főszervező szerint a mostani, minden idők legütősebb fezenje. Szombaton két igazi világsztárral a színpadon. Egyértelműen a szombat, amikor ugye egy napon van a Nightwish meg a Scooter, azért az két nagyon, nagyon erős, mondjuk úgy, hogy termék, úgyhogy az várhatóan teltházas lesz a szombati napunk, de hál' Istennek teljesen homogén módon a szerda, csütörtök, péntek mind a három egy tényleg kifejezetten erős napnak ígérkezik. Azt pedig talán csak kevesen tudják, hogy mekkora feladat volt összerakni a 25. fezent, a szervezők dolgát alaposan megnehezítette az elmúlt két év. 2018-9-ben, amikor elkezdtük kötni ugye a 20-as évet, akkor voltak zenekarok, akikkel 308 forinton állapodtunk meg, és voltak, akiket 410 kellett kifizetni. Az mondjuk úgy, hogy nem kalkulálható költség egy ilyen rendezvénynél, tehát az is nagyon nehéz volt, de ami rendkívül nehéz volt, nyilván az, hogy fel kellett venni újra a fonalat. Tehát hogy azért volt két olyan év, amikor az ember egy picit elkertészkedett, meg elsétálgatott a kutyákkal, egy kicsit bezárkózott, kifestette a lakást, egyebeket. Most ugye hirtelen elindult minden. A Covid-dal töltött elmúlt két esztendő természetesen a rajongók és a fesztivál szervezők mellett a zenekarok életét sem tette könnyűvé, sőt, a 30Y énekese Beck Zoli szerint az idősíkok csúsztak kicsit össze. A kimaradt másfél-két év, bár tulajdonképpen ez egy ilyen hamis kimaradás, mert néha játszhattunk, az leginkább azt csinálta, hogy összezavarodtak némileg az ilyen idővonatkozásaink. A mikor történtre van úgy, hogy a közelmúlt élményeként gondolok az előző fezenre, holott három évvel ezelőtt volt. Szóval hogy az a helyzet, hogy ezek a kimaradások valahogy ezt csinálják, hogy kicsit összetolják az időélményt. Úgyhogy hát piszakul vártuk, de már magát a fesztivált, a mai napot is, de hogy alapvetően azt hiszem az volt bennünk, hogy evidensen tértünk vissza a tavalyi után, amelyik nem is volt. A 30Y természetesen ezúttal is remek bulit csinált, a pécsi zenekar Székesfehérváron is nagyon népszerű. Nem tudunk nem pécsiként fölmenni, még ha egyébként születésünk szerint egyikünk se pécsi. De mégsem tudunk nem pécsiként fölmenni a színpadra. És a zenekarral meg eltelnek az évek, vagy hogy mondjam, szóval amikor azt egyszer csak észreveszed, hogy már 22 éves zenekar vagy, akkor egy koncertet nem tudsz úgy játszani, hogy egy adott időszakra a legfrissebb dalokra koncentrálsz, hanem azt tudod mondani, hogy nézd, ezek vagyunk mi, ezt állítottuk a világról az elmúlt 20 évben, erről beszélünk, szóval szerintem egy nagy retrospektív koncert lesz, amiben 2002-től máig egy csomó 30Y dalt játszunk. A 30Y koncertjén ismét bizonyosságot nyert, hogy a zene örök és kortalan, hiszen a zenekar dalai ugyanúgy szólnak a mai fiataloknak, mint a régebb óta fiataloknak. Legalábbis Beck Zoliék ebben bíznak, és úgy tűnik, hogy ezt jól teszik. A fezen tehát egy igazán ütős nappal indult, de a csütörtök sem ígérkezik gyengének, hiszen az este folyamán fellép majd a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana Majka, illetve a Mercyful Fate is.